Látom, hogy milyen sokan szeretitek még mindig a videóimat. Vagy bal, vagy jobb, vagy bal, vagy jobb. Most megérdemlek egy jó kis fórum shoppingot. Ma lesz az új lakásban az első este. Ó! Megjöttem az új lakásba, és szó szerint meg sem lehet mozdulni a dobozoktól. Itt van az összes cuccom bepakolva, az összes ruhám, az összes nagy és nehéz dolog most már át lett szépen hozva az új lakásba, és most már tényleg csak egy-két nagyon pici apróság van a régiben, azok a dolgok, amiket most még használok ebben a következő 5 napban, mielőtt beköltözök. Felhoztuk a teraszbútorokat is, igazából hát nem kényelmesen, de elférnek ott kint, úgyhogy szépen majd azt is összerendezem. Viszont én nem tudom, nem tűnt ilyen soknak a kis lakásban, valahogy most sokkal többnek tűnik a cucc. Arra gondoltam, hogy most szépen nekiállok rendezkedni, még nem fogok elkezdeni kipakolni szerintem a dobozokból, mert az sok idő lenne. Ma egyébként péntek van, és este 7 óra. Most töltöttem fel az első költözős videót, nagyon izgalmas, már jönnek a kis kommentjeitek. Tudjátok, hogy benne voltam egy ilyen kis YouTube rádban idén, és hát nem kell igazából magyarázkodnom, de tudjátok, hogy, hogyan állok a social médiához, meg úgy a YouTube-hoz, meg úgy az egész dologhoz. Én nagyon sok videómban elmondtam már, hogy nem szabad másoknak a negatív véleményével foglalkozni. Több ilyen motivációs videót is feltöltöttem régen, és most én is visszatértem, tehát vannak nekem is nyilván olyan kis mély pontjaim, amikor egy kicsit elmegy az önbizalmam itt az egész YouTube-bal kapcsolatban, de hát ez mindig vissza szokott térni, ez egy pár hét vagy maximum hónap szokott általában lenni, és nekem mindig ez a legnagyobb visszacsatolás, amikor látom, hogy milyen sokan szeretitek még mindig a videóimat, és egyébként majdnem abba hagytam, tényleg végig gondoltam, hogy megéri-e nekem ezzel még mindig foglalkozni. De aztán ilyenkor, amikor olvasom a kis kedves kommentjeiteket, meg tegnap is kitettem az Instára egy ilyen kis kérdezős boxot, és olyan sok kedves visszajelzés érkezett, pedig csak annyit tettem fel, hogy ti szeretitek a hosszú vlogokat. Úgyhogy most nagyon örülök, hogy pont így a költözés előtt jött meg újra a kedvem a kamerát a kezembe venni, mert most nagyon sok moving content fog érkezni irányotokba, úgyhogy neki is látok, nem dumálok, mert ezt innen valahogy el kéne pakolnom, ugyanis szerintem a tulaj jövő hét elején oda fog tenni valami kis bútorlapot, hogy eltakarja azt a kazánt, úgyhogy fel kéne szabadítanom neki egy kis helyet, meg egyébként is most hétvége az, amikor tényleg neki kell állnom majd kipakolni, viszont holnap délben megyek a Barbiehoz pillázni, úgyhogy az egész délutánom az, azzal fog telni, szóval szerintem szombat este, meg vasárnap délután jönni fogok, és szépen kipakolom a dobozokat, mert vasárnap délelőtt fog majd jönni a Marci segíteni kitakarítani a régi lakást, úgyhogy úgy gondoltam, hogy a szobával fogom kezdeni, a ruháimmal, mert talán nem tudom, valahogy azt tűnik most a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldásnak, és akkor felszabadulott még 2 IKEA-s szatyor, ugyanis még mindig van a régi lakásban ugye 1-2 ruhám, amit ott hagytam, meg az ágynemű, majd azokat akarom szépen beletenni azokba a szatyrokba, úgyhogy lássunk is neki, juhú!
Na, nagyjából elrendezgettem a cuccokat. Nagyon fáradt vagyok, most 9 óra van. Úgyhogy szépen most megindulok a másik lakásba. Már szerintem ennyi, mindjárt nem tudom, mit csináltam, de megint vettem egy gyertyát, egy Glade gyertyát, ebbe egyszerűen szerelmes vagyok. Ez most marshmallow Irish cream illatú, és ez is valami elképesztően isteni finom, nagyon erős illat. Tegnap délben vettem a Pennyben, és azóta az irodában volt, és az iroda is, az iroda illata, mi is az irodának is, hogyan? Hogy kell mondani? Az irodát is belengte az illata, és ezt most még tényleg nem bontom ki, csak ide fölteszem a polcra, hogy majd, ha jövök, akkor ki tudjam bontani, de egyébként az a másik három, amit vettem ide kis manifestációs gyertyának, azok nagyon-nagyon szuperül belengték a lakást. Olyan fura ezt mondani, szóval nagyon-nagyon jó illat van a lakásban tőlük. Na, ide a konyhába betettem a dobozokat, amik a konyhába valók. Hát igen, ennyi dobozom van a konyhába. Majd szépen tényleg át fogok menni mindenen, és megnézem, hogy mi az, amit ki lehetne szanálni közülük, de igazából otthon is, ahogy pakoltam be, mindenre szükségem volt, úgy éreztem. Mindegy, ebben egyébként vannak kaják is, meg edények, meg mindenféle cuccok. Ezzel még nem tudom, mit fogok kezdeni, lehet, hogy csak szétszerelem, aztán elteszem. De nem akarok most már semmi ilyesmit kidobni, mert ki tudja, hogy a következő lakásom az milyen lesz. Ugye tanultam most már a hibámból, hogy a nagy tükröt ott hagytam az első lakásomban, ilyet többet nem fogok csinálni. Itt is még egy-két doboz csak ide raktam, mert van egy olyan gyanúm, hogy jönni fog a tulaj, ezt már mondtam. Itt még mindig van egy-két doboz, igazából nem tudom, mi van bennük, mert arra rá van írva, hogy konyha, de többire nem tudom, hogy mi. Ide is ide tettem még egy-két dobozt, ez lesz a holnapi projektem, ezzel fogok kezdeni. Cipőket akarom majd szépen kipakolni. Itt ez a kutyának a cucca, ott a karácsonyfa, és ezt a fekete bigyót, amit még kintre vettem a kis kertbe tárolónak. Egyszerűen nem tudom szétszedni. Most majdnem eltörtem, sőt el is törtem egy-két ilyen pattintós részét. Nem tudom, hogy kell szétszedni, és így lehet, hogy addig most egyelőre nem fogok ezzel küzdeni, hanem majd apáik úgyis jönnek, és akkor ő volt, aki összeszerelte. Majd megkérem, hogy szedje szét. Ide behoztam a kis súlyzóimat, meg az edzős cuccaimat. Lehet, hogy majd ott lent fogom tárolni őket, mert a jóga matracomat már oda betettem. Mennyi mindenhol csak random dolgok vannak, de itt is van két doboz. Hát itt van a legnagyobb káosz igazából, de nem baj, majd rend lesz. Ide behoztam csak ezt a kettő kis polcrendszert, itt van a könyveim, cuccok, ugye, amiket először hoztunk, és itt van a szekrény, úgyhogy felhozták a fiúk, nagyon ügyesek voltak, éppen, hogy elfértek itt a kanyarokban, holnap majd ebbe is szépen be fogom tenni a polcokat, és akkor elkezdek majd pakolászni. Igazából, mint láttátok, a szobában haladtam kb. A legjobban. Jó, de jó az a kis outfit tükör. Ide is most csak így hirtelen bedaráltam mindent igazából, hogy legalább a helyén legyenek a ruhák, de majd mindenképpen át akarom válogatni, mert nem tudom még, hogy mi hol lesz. Oda a felső polcokra felgyűrtem most még csak egyelőre a kis nyári ruháimat úgy zsákban, ahogy voltak, mert kell még fogast szereznem. Mindenképpen a Pepco-ban fogom venni a fogasaimat. Ezek a szép kis fehér fogasok is onnan vannak, és nagyon-nagyon jók. És így majd elmegyek a Pepco-ba, de most a nyári ruhákra úgy sincs szükség, úgyhogy addig tényleg ott elférnek, majd most más a prioritás úgyis. Ide pedig beraktam a kis rövid, ilyen csinosabb pólóimat, itt egy-két bőrkabát, kicsit nyáriasabb, de ilyen aláöltözők, esetleg blazer alá. Itt pedig a ruhák vannak, illetve több ilyen kis blazer, meg hosszabb ilyen farmer ruhák, ilyesmik. Ide egyelőre bepakoltam szépen így a játszós és a téli kis cuccaimat. Ugye nyilván a Rafi kutyához itthon mindig átöltözök, mert nem akarom, hogy a dolgozóba járós cuccaim kutyaszőrösök legyenek, úgyhogy ezt a külön kis dresszört dedikáltam szépen ezeknek a ruháknak, vagy melegítőknek. Itt a másik fele, ez pedig szuper kis fiókos, úgyhogy itt van az összes edzős cuccom. A felső fiókban lesznek a sportmelltartók, leggingsek és a felsők. És még annyit csináltam, hogy oda betettem szépen a kisasztalt, meg a kis rózsaszín székemet, és itt lesz majd a szobámban is egy ilyen kis naplózós sarok, és majd szépen tudom itt is szerkeszteni a videómat, meg hogyha egy kis csendre vágyok, akkor ez itt tökéletes lesz elalvás előtt. Még ezeket be akartam pakolászni a szekrényekbe, mert ebben táskák vannak, abban meg cipők, de nincs kedvem neki állni, úgyhogy szépen arrébb pakolom, aztán majd holnap folytatjuk. Indulok a Lila Akác közös outfitemben a Barbiehoz pillázni, és elfogytak az elviteles kapjaim, vagyis egy van itthon, de most nincs kedvem elmosni, úgyhogy ez a kávé, mert ez kávé, jön velem szépen a kocsiba, úgyhogy before
Na, haza is értem, hát valami csodálatos lett a pillám, most egy kicsit egyenesebbet raktunk fel, mint szoktunk, és nagyon-nagyon tetszik, és ráadásul a Barbie-nak volt egy szülnapi nyereményjáték a Instán, és a négyből én voltam az egyik kiválasztott, aki nyert egy ilyen kis csomagot, kaptam csokit, egy ilyen nagyon cuki kis hajpántot, Revolution palettát, selfie sticket, meg egy-két ilyen Gigi-s terméket is, úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok emiatt a kis csomag miatt, és ezt így, ahogy van, így hagyom, és majd szépen átviszem az új lakásba. Viszont most, mivel ilyen korán végeztünk, kitaláltam, hogy gyorsan mindent fogok, és átpakolok, és holnaptól az új lakásban fogok aludni. Beszéltem a tulajjal, azt mondta, semmi akadálya, úgyhogy most nekiállok, és még ma este mindennel végezni akarok, hogy holnap tényleg már tudjunk szépen üres lakást takarítani a Marcsival. Juhu, költözés! Bepakoltam a hűtőbe. Hát elég kevés kaja van most még benne. Fagyasztós cuccaim még ott vannak, de most itt anyával FaceTime-olunk, és elkezdtem megenni a kis ebédemet. Vettem a Penny-ben ilyen kis szarvasgomba szószt, és nagyon finom, egy kicsit ilyen majonézes íze van. Ez pedig húsi, egy kis zöldséges rizssel, és itt a kilátás! Úgyhogy ez az első ebédem, itt a konyhapultom, mert az asztal és környéke még tele van. Ja, ezt is a Penny-ben vettem. Ez kurkumasó, ez pedig himalájasó, nagyon-nagyon jól néz ki a kis üveg, ugyanilyen a borsom is. Úgyhogy most ezt elfogyasztom, összekészülök, aztán elmegyek a fórumba, hogy avoidingeljem. Mi az avoiding? Halogathassam még szépen a pakolást, mert nincs kedvem most nekiállni, meg egy csomót megint cipekedtem, meg takarítottam, úgyhogy most megérdemlek egy jó kis fórum shoppingot, veszünk egy kis ajándékot, meg még van egy-két dolog, amit ide a lakásba is venni akarok, úgyhogy let's go. Nagyon jó ez a husi. Ja. Egyszerűen nem akarok most itt semmivel foglalkozni, megmondom őszintén. Eleget pakoltam már ebben az utóbbi 3 hétben, úgyhogy most kijár nekem egy kis pihenő idő. Akarok venni egy-két karácsonyi ajándékot, mert van egy pár ötletem. Le kell cserélni a telefonomon a fóliát, mielőtt betörik teljesen a kijelző, illetve akarok venni ide WC-kefét, meg valami jó kis illatos kézmosó szappant. Meglátjuk. Most már 3 hete menni akarok a fórumba, úgyhogy eljött az idő. Itt van az OOTD. Ezt a gatyát még soha nem vettem fel, mert elég átlátszó és nagyon kiemeli a narancs bőrt, de úgy voltam vele, hogy ezzel a jó kis hosszú blézerrel ma felveszem, mert most ilyen hangulatban vagyok. Alatta egy ilyen kis sima félvállas New Yorkeres hosszú lyuk felső van, 1000 éves kis táska, és a kedvenc cipőm, amit a CCC-ben vettem, gyönyörű, csodálatos, a sarka egy kicsit ilyen lilás, és van benne egy kis arany detail, úgyhogy indulás, juhú! Ezt meg csak úgy itt hagyom. Na, egy kávéval indítok, mert ma még nem ittam kávét, ugyanis elpakoltam azt is, és ami meg otthon volt, az elfogyott, úgyhogy fogalmam nincs, hogy hol a kávém. Beugrottam a MOL-kutya, és nem is tudtam, hogy most már az automatánál is lehet külön sorban állás nélkül csak úgy fizetni ott, úgyhogy csináltam magamnak egy hideg vaníliás lattét, és már indulok is Debrecenbe. Igen, még mindig van itt cucc, de ez a bőröndöm, és a következő 2 hétben még itt lesz a kocsiban. Van a kenyérpirító. Csodálatos. Megjöttem! Fuck! Nem olyan jó ez a procrastination station, mert mindig rájövök, hogy nem kellett volna elmenni, na mindegy. Tök jó, mert egy csomó tripodom van most itt a lakásban, gyerekek. Na,
Ilyenkor mindig rájövök, hogy egyébként már nem is szeretek vásárolni járni, mert nincsen türelmem. Megpróbáltam egy pár gatyát, nem vettem végül gatyát, pedig azt akartam, ilyen világosabb farmert akartam venni, vagy kargó nadrágot, de egyszerűen nem volt olyan, ami tetszett volna, úgyhogy maradok a rendelésnél szerintem, viszont vettem egy könyvet apának. Minden évben kap tőlem egy Leslie Lawrence könyvet, ez már nem újdonság, de mindig úgy csinál, mintha meglepődne. Megvettem neki Csernel Istvántól egy vadász könyvet, nagyon érdekesnek tűnt, nagyon kis kedves, apa ugye nagy vadász, úgyhogy biztos tetszeni fog neki, ez igazából egy ilyen régi vadásznapló, még az 1800-as évek végéről, ezt még esküszöm én is elolvasnám, annyira érdekesnek tűnik. Aztán mamáiknak megvettem egy ilyen óriási nagy rejtvénykönyvet. Ebből a 6. kiadást megvettem már nekik, meg a 7. Össze-vissza veszem igazából, tök mindegy, csak tudom, hogy barnát azt még biztos, hogy nem vettem. Úgyhogy most ezt fogják megkapni. Tele van mindenféle rejtvénnyel, meg szudokuval, kis játékokkal, és a mamáik imádják ezt. Úgyhogy ez egy kis karácsonyi ajándék apróság lesz. Aztán december 10-én lesz a karácsonyi bulink, úgyhogy arra kerestem ruhát, de nem igazán jártam sikerrel itt sem, mindegy. Zarában találtam egy ilyen nagyon szép, elegáns, zöld, slankított kis ruhát, nem tudom, hogy mennyire látszik, ilyen mély zöld színe van, és elég hosszú. Várjatok, hát annyi hely van itt. Így néz ki, ilyen kis midi szoknya. Sima kis egyszerű, de úgy gondolom, hogy ez nagyon csinos lesz a bulira. Aztán lehet, hogy addig még, ha meglátok valamit, akkor nem ebbe megyek, de első körben szerintem ez nagyon szuper választás lesz. Megvettem még egy ilyen kis gyűrűt a Bijou Bridget-ben. Nagyon kis kedves, kétféleképpen lehet hordani. Imádom az ilyen dupla gyűrűket, szerintem nagyon menő, úgyhogy ezen kívül semmi más nem vettem, de vettem még egy gingerbread frappuccinót, mert az volt a kis celebratory Starbucks-os üdítőm. Meg ezt a marshmallow Irish cream illatú gyertyát a Penny-ben vettem, és most eljött az ideje, hogy megbontsam, mert ma lesz itthon az új lakásban az első este, és ma van advent első vasárnapja. Viszont nem vettem adventi koszorút, akartam csinálni, de hát nyilván tudjuk, hogy arra semmi esély nem volt, hogy legyen rá időm. Aztán meg akartam venni, de nem tudom, valahogy ez most elmaradt, úgyhogy ezt a gyertyát fogom szépen most meggyújtani, és jövő hétre meg majd beszerzek egy adventi koszorút, vagy pedig megnézem a karácsonyi cuccok között, mert lehet, hogy van tavalyról. Sőt, nézzük is meg. Na, de most igazából azt találtam ki, hogy neki fogok állni, és gyorsan kibontom ezeket a dobozokat. Itt legalább kinyitogatom, hogy lássam, hogy mi hol van, mert reggelre kell nekem kávé, és nem tudom, hogy hol van az a kávéim. Viszont ami tuti fix az az, hogy elkezdek most pakolni itt a konyhában, mert tényleg nem fogok semmit haladni, és mire a Rafi hazajön szerda este, addigra azért jó lenne már valami rendet rakni itt, úgyhogy első sorban, tök jó egyébként, hogy ennek vasárnap este 7 órakor állok neki, nem mindegy, először is megnézzük szépen a karácsonyi cuccokat. Még nem állunk neki díszíteni, szerintem az majd a jövő hétvége lesz, de valamiért rémlik, hogy volt egy adventi koszorunk, csak nem hiszem, hogy itt lesz. Fogalmam nincs, hova pakoltuk el, mert ugye tavaly volt a műtétem, úgyhogy konkrétan én semmit nem tudtam pakolni. Mindent anya meg a Marci pakolt el. Hát jó, viszont akkor meg fogalmam nincsen arról, hogy hogy hol lehet a többi cucc. Úgyhogy mindegy, meggyújtom azt a kis gyertyát, úgyis az érzés a lényeg, az pedig bennem van. Aztán nekilátok a konyhának, nem, gyerekek, úristen, ez a költözés, hogy minden be is bele akarok kapni, és semmivel nem haladok emiatt, mindegy. A Rafi kutyának a kiságyát fogom először is kibontani, és kimosni, hogy mire jön, addigra szép tiszta legyen. Kihasztottam volna, most már mindegy. Tök jó ez a kiságy egyébként. Á, nem, ezt holnapra hagyom. Ezt holnapra hagyom, hogy most eljött neki. Éppen lehet cipzározni a párnahúzatot. Jó illata van. Na, hát akkor felavatom a mosógépet. Megnézzük, mit tud. Imádom ezt a lakást, imádom. Tök jó. A fürdőben is ki kéne pakolnom. Itt vannak a dobozok egymás hegyén hátán, de milyen jó fény van mindenhol. Na, nézzük, hogy működik. Kicsit kiráztam őket. Kis kapszula.
Mert kettőt is bele. Ez mi? De jó! Ami tudja, hogy gyorsan megvan, az a fürdőszoba. Úgyhogy szépen elkezdek először ide bepakolni, aztán meglátjuk, mennyi kedvem lesz még a konyhához, mert amúgy már igen csak 7:30 van. Mája sorka párolt káposzta. Na mára ennyi. Most már 9:30 van, úgyhogy gyorsan elmegyek lezuhanyozni. Most elkezdtem csak kipakolászni a dobozokból, de még mindig gondolkodom, hogy hogy legyen végül is az elrendezés, mert elég magasan vannak ezek a szekrények. A felsőre nem érek én se fel, úgyhogy mindenképpen fogok venni egy ilyen kis fellépőt, és akkor kitalálom, hogy mit hova tegyek, mert most úgy... annyi a hely, hogy még nem tudom eldönteni, hogy mi hol legyen. Ami biztos, az az, hogy itt lesznek az evőeszközök, ide betettem a konyharuhákat, öngyújtók a gyertyákhoz, ez pedig szivacs. A sütő alá betettem az összes kis sütőformámat, itt alufólia, zacskók, és itt lesz a coffee station. Hát igen. Aztán ennyi. Aztán itt majd a microtenes tucémet megpróbálom szépen elrendezni, de most már a ennyi. Első este az új lakásban, a fürdő már egész jól néz ki, még ott is ki kell találnom, hogy mit akarok, és most jöttem rá, hogy még az étkezőben is van 2 óriási tálaló. Nem tudom, hogy oda majd mit teszek, átadjam oda a poharakat, vagy fogalmam nincsen. Na mindegy, kitaláljuk, de most iszok egy kis teát, méghozzá ezt a kurkumás csájteát. Aztán szépen letusolok és alszom, mert reggel hétfő, és tudjuk, hogy milyen nehéz hétfőn felkelni, úgyhogy holnap folytatjuk. Meggyújtottam a kis gyertyát is, most így advent első vasárnapja alkalmából.